A Pécsi Városi Televízió Centromédia reklámirodája a magánszemélyek, a cégek és az intézmények szolgálatában áll. Széleskörű televíziós reklámszolgáltatással, korrekt üzleti ajánlattal, elérhető árakkal, korszerű technikai berendezésekkel, a reklámszakmában elismert szakemberek segítségével, reklám és referenciafilmek készítésével, számítógépes animációval, hatékony megjelenési formát biztosít minden megrendelőnek egyéni igény szerint. Legyen a partnerünk, Centromédia reklámiroda. Az aktuális stúdiót látják, jó estét kívánok, kedves nézők! Körülbelül 20 éve, pontosabban éppen 20 éve lehet találkozni műemlékek környékén, házatáján olyan emberekkel, akik időnként pecsételgetnek valamit. Azoknak, akik ezt teszik, azoknak a tájakkorok múzeumok mozgalomhoz van némi közük, illetve most már egyesülethez, és vannak ilyen klubok is. Erről fogunk ma este beszélgetni. Jó estét kívánok vendégeinknek, Köves Dibolyának, aki a Pécsi Klubnak az elnöke, és Tilai Gábornak, aki pedig a titkára ennek a klubnak, mint imént megtudtam. Mióta vesz részt ebben a mozgalomban? Hát én a tájakkorok múzeumok mozgalommal 1988-ban találkoztam először, illetve 87-ben. Akkor ünnepelték a 10. évfordulóját ennek az egész mozgalomnak a megalakulásának. Én előtte nem vettem ebbe részt, mint a Pécsi Múzeumnak a munkatársa, akkor hallottam először arról, hogy egyáltalán működik ilyen mozgalom. És itt Baranyában összehívtuk az országban nyilvántartott, Budapesten nyilvántartott klubtagokat, összehívtuk Baranyába, és egy ilyen kis megemlékezést tartottunk Zengővárkonyba. És dr. András Favi Bertalan volt a mi kalauzunk abban az időben, tehát ez egy nagyon kellemes egynapos kirándulás volt, és így sikerült összeszedni azokat az embereket, akik itt Baranyában ennek az egyesületi mozgalomnak a tagjai. Mondtam itt ugye klubot, meg mozgalmat, meg egyesületet, igazából miként indult ez? Hát ez egy mozgalomként indult annak idején. A emblémája ismerős lehet számos magyarországi műemlékről a mozgalomnak, amely templomok, kastélyok, természeti értékek, múzeumok falán található meg. Voltak ilyen bélyegző lapok, illetve vannak még most és jelenleg is, és az egyes emblémával jelzett emlékhelyek, műemlékek bizonyos pontszámot értek, és akkor össze lehetett gyűjteni mondjuk 60 pontot, és akkor aranyjelvényes, ezüstjelvényes vagy bronzjelvényes lett az a turista vagy kiránduló, akár család, akár csoport, aki begyűjtötte ezeket a bélyegzőket. Aztán a mozgalmon belül meghirdettek pályázatokat, vetélkedőket, játékokat fiataloknak, idősebbeknek, és néhány alkalommal, mikor Pécset megalakult a klub, mi is segítettük szakmailag ezeket a vetélkedőkön részt venni a gimnazista korosztályt. Ez a mi, mint múzeum? Hát a Pécsi Múzeum közművelési osztályán dolgoztunk mi akkoriban, 10 évvel ezelőtt, és Újvari Jenő, akkori múzeumigazgató támogatásával kezdődött el ez a klub szerveződés, ami valahol spontánul alakult, egészen spontánul, erről Libolya tud többet mondani. Kik között alakult spontánul, kik voltak a kezdeményezők? Hát a kezdeményezői igazából mi voltunk, tehát mi hívtuk össze, amit már az előbb is említettem. Ismét a mint múzeum. De nem lehetett volna ezt létrehozni, hogyha alulról nem indult volna meg ez a kezdeményezés. Tehát, hogy mindenki szeretett volna találkozni. Tehát, hogy ne Budapesthez tartozzanak elsősorban, ne egyénenként tartozzanak oda, hanem megismerjék egymást, akik itt elszigetelten voltak Baranyába és Pécset, Szigetvártól kezdve Siklóson keresztül és Pécsen tagok, ezek találkoztak, és úgy érezték, hogy miután egyforma az érdeklődésük, ugye, akkor sokkal jobb lenne, hogyha együtt utazhatnának, együtt vennének részt előadásokon, programokon, és hát így alakult ez az egész dolog, tehát mindenki szerette volna, hogy találkozunk és együtt legyünk. Hogyha mondjuk szociológiailag néznénk az összetételét azoknak, akik részt vesznek ebben a munkában, akkor mondjuk életkor vagy iskolai végzettség tekintetében ki, gondolom nem készült felmérés, de nyilván van valamilyen benyomás róla. Hát a klubtagságnak a 3/4 része az nyugdíjasokból áll. Elsősorban értelmiségiek, de nem csak azok, tehát mindenki, aki szeret kirándulni,
aki szereti a műemlékeket, szereti a szép épületeket, a festményeket, a múzeumokat, tehát akiknek az érdeklődési körük azonos. Tehát ez a végzettség igazából nem befolyásolja ezt az érdeklődést. Mondok csak néhány olyan közösséget, ahonnan jönnek, például Természetbarát Szövetségből jönnek sokan velünk, akkor van a TIT-en belül ilyen nyugdíjas szabad egyetem, onnan is sokan jönnek. És persze természetes az is, hogy az idős emberek között sokan már egyedül élnek, mert meghalt a életük társa, és akkor ezért jönnek el szívesen, hogy közösséget legyenek, és az a havi egy klub este az egy ünnep számukra, amikor azért ki lehet öltözni. Hát egy meghatározott program szerint, amit januárban döntünk el általában, vagy alakítunk ki Ibolyával, minden hónap harmadik hétfőjén találkozunk, és különböző aktuális témákban kérünk fel múzeumi szakembereket, vagy a városi kulturális életben vezető szerepet betöltő embereket, hogy a saját munkájukat mutassák be, az éppen legújabb kutatásaikat, vagy amerre jártak esetleg érdekes részén az országnak, világnak, tehát itt most gondolok a Kőszeg Alpok alja természeti értékének bemutatására, vagy Howard Williams karnagyúr vendégünk volt éppen két hónapja, régészek, néprajzkutatók, tehát tényleg változatos a program, és végül is a múzeum, a Várostörténeti Múzeumnak a tetőtéri helyiségét azért kellett elhagynunk, mert kinőttük, mert 70-80 érdeklődő volt, és meg az ablakpárkányon is ültek. Most a Lénau házban találtunk egy barátságos teret. Igazából nehéz egy ilyen 80-100 létszámú közösségnek barátságos teret találni Pécsett. Ezzel szembe kellett néznünk, hogy nevelőkháza, tehát megnéztünk több olyan közművelődési intézményt, ahol elképzelhető lett volna, hogy mi áttegyük a székhelyünket, de nincs olyan barátságos terem vagy tér a városban, ahol 80-100 ember kényelmesen le tud ülni, és az akusztikai viszonyok is olyanok, hogy az előadót lehessen hallani, vagy vetíteni videót. Igen, ez a zenészek bánata is. Igen. Az érdeklődés mostanában, mondjuk az elmúlt 5-10 évben lankadt, erősödött. Azt szokták mondani, hogy általában, hogy kevésbé erősek a civil mozgalmak, vagy legalábbis a civil érdeklődés kevésbé erős. Hát ezt örömmel mondhatjuk el, hogy a klub megalakulásától kezdve, tehát jövőre fogjuk ünnepelni a klub megalakulásának a 10. évfordulóját, folyamatosan és egyre erőteljesebb az érdeklődés. Tehát nekünk igazából már a bőség zavarával kell küzdenünk, mert sokszor nem férünk el, sokszor már vita támad azon, hogy egy kirándulásunkra hányan férnek fel a buszra. Tehát ilyen, kétszer kell megszervezni ugyanazt a kirándulást. Tehát nagyon-nagyon szeretnek velünk jönni, hát ez biztos abból is adódik, hogy mi szeretünk velük menni. Tehát ez egy ilyen nagyon, még a nagy létszám ellenére is egy nagyon családias társaság. Megbeszéljük egymással a gondjainkat, a problémáinkat is. Tehát igyekszünk egymásnak segíteni. És hát mondom, végül is a szeretetre épül az egész. Én úgy érzem, hogy szeretünk együtt lenni, szeretjük ezeket az embereket. És egy nagy iskola is, azt hiszem nekünk is, mert minden iránt érdeklődnek, tehát ez egy lecke, hogy fel kell készülni minden látnivalóból, alaposan, nem elég úti könyvekből csak, hanem tényleg szakmai tanulmányokból, vagy beszerezni olyan speciális munkákat, amire például ez a Tájakorok Múzeumok kiskönyvtár is lehetőséget nyújt, egy olyan rejtett kincsét megismerni Magyarországnak, amely úti könyvekben nem szerepel, vagy nem ilyen részletesen szerepel, és az összefüggéseket, a kialakulását, fejlődését egy kastélynak, egy templomnak mégiscsak így jobban be lehet mutatni, mert néha egészen érdekes rejtett összefüggéseket talál az ember, és sokszor a helyszín nem veszi észre ezt. Tehát hiába olvasok el én egy szögöveget egy barokk templomról, a helyszínen vagy egy fotó alapján sokkal jobban fel tudok készülni, és azt megosztani, ezt az is ismeretet a többiekkel, mint egy szövegleírás alapján. Sokszor elnézem, hogy a mai gyerekek azok vagy a Kanári-szigeteken nyaralnak, vagy nem tudom én, Spanyolországban, vagy egy csomó más helyen. A belföldi nyaralásnak nem, vagy az ilyen típusú belföldi turizmusnak nem tudom, hogy mennyire van manapság kerendősége. Hát a klubtagok évente 8-10 kiránduláson vesznek részt, ezek egynaposak, kétnaposak, vagy egy hosszabb is van, egy hetes, de bizony tényleg aggasztó egy kicsit az, hogy a középkorosztály nem vesz részt ezekben annyira, és hát a gyerekek között egy-egy iskolai osztály tagja az egyesületnek, tehát ha az osztályfőnökük olyan, akkor ő belép a diákjaival közösen az egyesületbe, hiszen azért vannak bizonyos előnyei azért az egyesületi tagságnak, vannak ilyen igazolványa, ami ingyenességet biztosít számos magyar műemléknél, tehát nem kell belépődíjat fizetni a gyerekeknek sem. És én azt hiszem, hogy mire megidősödnek az emberek, azért kialakul bennük az igény arra, hogy életük második felében
rájönnek arra, hogy valahol a feltöltekezés az életnek nem szabad, hogy elrohanjon az élet mellettünk, és hogy bizony érdemes felfedezni ezeket az értékeit is a szűkebb szülőföldnek is, és a tágabb régióknak is. Szándékukban áll az, hogy divatot csinálnak? Hát azt nem hiszem, hogy divatot szándékunkban állnak csinálni. Mi szeretjük ezt a munkát, szívesen végezzük, és azt szeretnénk, hogyha minél többen jól éreznék magukat a társaságunkba. Azért kicsit még igyekszünk kitekinteni a fiatalság felé is olyan értelemben, hogy egy általános iskolai kis klubunk is alakult már, a Szivárvány Gyermekház ad otthont ennek a klubnak, és van egy középiskolás osztályunk is, aki belépett a Tájakkorok Múzeumok Egyesületbe, az idegenforgalmi szakközépiskolának egy osztálya. Tehát középiskolásaink is vannak, akik nagyon-nagyon érdeklődőek szintén, és általános iskolás gyerekek is. És hát a tagságnak az unoka létszáma is olyan hatalmas, hogy ővelőlük is azért nagyon sokszor egy-egy rendezvényünkre megtelik a terem. Gondolok itt egy karácsonyi programra például. Itt ez a nagy halomkönyv, ami itt fekszik, Tillai Gábor asztalán, annak egy része az Egyesületnek a kiadása, illetve hát a mozgalomnak a különböző szervezetei adták ki. Ez azt jelenti, hogy könyvkiadással is foglalkoznak? Igen, az Egyesület költségvetésének egy jelentős részét teszi ki a Tájakkorok Múzeumok kiskönyvtár, amely most már 600. füzetéhez közeledik az elmúlt majdnem 20 év alatt. Különböző szakemberek írják ezeket a kis füzeteket. Ez a kis könyv, ez tartalmazza sorszám szerint, szerzők szerint, tájegységek szerint, műemlék típusok vagy látnivaló típusok szerint, tehát aki ezt kézbe tudja venni és fellapozza, az rögtön megtalálja azt, hogyha ő egy családi nyaralásra indul, vagy egy nyugdíjas klub, ha elindul valahova, akkor milyen információkat hogyan tud megszerezni egy-egy mondjuk az Őrségről, vagy Göcseljéről, vagy Baranyáról, vagy Szatmár-Bereg vidékéről. Tehát ez egy nagyon nagy segítség. És ha pedig külföldre lépünk ki, ami egy kicsit kibővítése az eredeti mozgalmi célkitűzésnek, de a klubtagság létszáma, ez a 350 fő körül létszámát érthető, hogy sokféle anyagi helyzetű, sokféle szellemi érdeklődésű klubtagunk van, tehát kialakult az, hogy azért a történelmi Magyarország területére is kalandozunk, eljutunk távolabbi országokra is, a legtávolabb eddig Hollandiában voltunk, az volt a Németalföldön voltunk a leghosszabb utunk, és akkor bizony szükség van olyan fajta kiadványokra, amelyek nem is a szöveg miatt fontosak, hanem inkább az információgazdagság fontos. Hát például csak mutatok néhányat, az Európai Múzeumi Kalauzt tudom például megmutatni, amit Hollandiában adtak ki, és úgy jutottunk hozzá, hogy a holland kiadó küldött egy adatlapot, amiben mi beírhattuk a múzeumaink kiállításainknak a jelentősebb kiállításait, megjelentették. Magyarországon van ilyen típusú kiadvány? Van, most már megjelent, igen, pont az elmúlt év őszén Magyarország múzeumairól egy megyék szerint szerkesztett kiadvány, egy-egy fotóval, rövid leírással és praktikus információkkal, telefonszámokkal és nyitvatartásokkal és egyebekkel. Tehát most már eljutottunk azért mi is erre a szintre, ezt tényleg lehet mondani büszkén, hogy ez fontos lépés volt. Mert számomra nem a leírása fontos, hanem tényleg az, hogy egy fotón látom azt, hogy egy barokk templom, mert az van több száz is, hogy azon belül mi az érdekes, mi egy oltár esetleg, vagy a festése a templomnak, vagy egy gótikus templomnál is, azokat a különös jegyeket keresem meg, ami a stíluson belül változatosság, vagy sajátosság, mert nagyon érdekes dolgokat lehet összehasonlítani. Mondok egy példát, Felsőrsön, a Balaton felvidékén van egy szép árpádkori templom, a bejárata fölött három oszloppárral, és az egyik meg van csomózva. Külfaragó mester csomót kötött az oszlopra, és ilyet én magam legközelebb Arezzóban láttam Olaszországban a templom szentélyén. Tehát unták azt, hogy dupla oszlopokat faragjanak folyamatosan, és megcsomozták a kő oszlopot. Tehát ezeket érdemes felfedezni. Van kitekintésük? Szóval más európai országokban vannak-e hasonló, mondjuk a környező országokban hasonló mozgalmak? Hát olyan mozgalmak vannak elsősorban, hogy múzeumbaráti körök. Tehát a múzeumok köré csoportosulnak az ilyen érdeklődésű emberek. Hát végül is mi is így indultunk valamikor 10 évvel ezelőtt, de hát különböző okokból, tehát elsősorban a helyhiány miatt kénytelenek voltunk tovább lépni a múzeumtól. De ilyen típusú, hogy kifejezetten utazással és múzeumlátogatással és előadásokkal tarkított programról én nem tudok, ami ilyen típusú lenne. Hát mert a múzeumbaráti körök általában Európában azok egy-egy adott város vagy régió múzeumainak vagy múzeumának a
anyagi támogatására is szerveződtek, tehát olyan vagyoni viszonyok között élő emberek, vagy vállalatok, vagy bankok vezetőiből állnak, akik hát valamilyen módon anyagilag tudják segíteni az adott múzeum kiállításainak a felújítását, vagy az épület felújítását. Tehát ezek más célon, és van neki nemzetközi szervezete is, a múzeumbaráti köröknek a nemzetközi szervezete. De tulajdonképpen megkapunk bármiféle segítséget információban, hogy írunk egy európai ország múzeumába, én most éppen Dél-Franciaországba készülünk jövő a héten, és már számos múzeumból kaptam praktikus információkat, és mi is adunk, hogyha valaki kér tőlünk, tehát természetesen, hogy segítjük azokat, akik hozzánk fordulnak, vagy hogyha mi szeretnénk megközelíteni. Mert nagyon fontos egy kirándulásnál, ugye itt Magyarországra visszatérve, most éppen Belső Somogyban voltunk a múlt héten, hogy hol a templomkulcs, hogy az a kis múzeum az délelőtt van nyitva, vagy délután, ha nem akkor van nyitva, amikor én arra járnék, akkor hogy oda jöjjön a teremőr kinyitni. Tehát most 8 helyszínen, ha megállok, reggel 8-tól este 8-ig, akkor nekem kottára kell tudnom, hogy én 10 óra 15 perckor hol vagyok, az erdészt hol találom meg az erdőben, a Sorompónál mondjuk, hogyha egy zárt övezetbe szeretnék bejutni. És nekem ugyanolyan fontos a Belső Somogyi kirándulás, mint egy olaszországi utazás, tehát ugyanannyi energiát, szellemi felkészülést kíván egy egynapos baranyai vagy somogyi kirándulás is, mint egy francia vagy egy osztrák kirándulás. Anyagilag az Egyesületnek nyilván van valamilyen költségvetése, kapnak-e támogatást? Kifejezetten támogatást nem kapunk, egy bizonyos minimálisnak mondható tagsági díj van, amit Budapestre felküldünk, és annak egy 75%-át kapja vissza a klub, hát ebből terembérletet fizetünk, akkor bélyeg, tehát ilyen különböző fenntartási költségeket, de más támogatást nem kapunk, úgyhogy időnként igyekszünk pályázni, és hát most már a jövő útja az lesz, hogy minél többet fogunk pályázni, mert a tagsági díjunkat jelentősen nem akarjuk emelni, pont azért, mert egy olyan kört, hogy mondjam, vontunk be ebbe, akik anyagilag ezt is nagyon nehezen győznék. Mert mindenki mindenhova el szeretne jutni, tehát akkor azt a kis kevés pénzüket inkább az utazásokra, a kirándulásokra gyűjtik össze, mint hogy a klubnak a fenntartására, amire hát igazából nincs is olyan nagy szükség. És önköltségesek ezek a kirándulások, tehát tényleg az úti költség vagy szállás díjat kell fizetni alapvetően a klubtagoknak, vagy hát Ibolya időnként markotányos nővé válik, hogyha olyan helyre jutunk el, ami saját konyhát kíván. Így most már Steyrországba jutunk el idén harmadszor, a Neumarkti Európa házba, ahol hát 50 főre akkor Ibolya főz egy nagy fazékba mindenfélét. Szeretjük az ilyen programokat. Majd Pécsáradon a hétvégi ünnepségen is főzött egy. Tehát ezt kifejezetten kedveljük, tehát ez adja meg talán ennek az egésznek a hangulatát, igen, a közösség, és akkor mindenki segít, egyik kenyeretszel, a másik a szalvétákat hajtogatja. Én meg nekem is ez egy szórakozás, mert nem tanultam igazából, hogy én a nagy csapatnak, a társaságnak én megfőzök egy pörköltet, és akkor mindenki azt teszi. És mondom, Neumarktba is hát így megyünk, hogy közösen készítjük el az ételünket. Ez a kapcsolatunk, ez hát végülis három éves, igen, ez a Baranyos Tejemák Baráti Egyesületen keresztül sikerült erre szert tennünk. Neumarktba, az Európa házba van egy, tehát ez egy kastély, és akkor az egész kastélyt mi kibéreljük 5 napra, és csak mi vagyunk ott. Tehát ez egy nagyon kellemes és nagyon tanulságos a társaságnak, és onnan ilyen csillagtúra szerűen bejárjuk a környéket. És ha már itt tartunk az egyes vagy más egyesületeknél, akkor ez is egy fontos célkitűzés ennek a Tájakorok Múzeum, a klubunknak Pécset, hogy megismerjük a város más közművelődési intézményeit, illetve baráti társaságait, egyesületeit. Így jártunk klubest keretében a Horváth klubban, a Lénauházban, annak idén, amikor még nem laktunk ott, most megyünk júniusban a Szivárvány gyermekházba, mert úgy érezzük, hogy érdemes megismernie a nyugdíjasoknak is azt, hogy a gyerekházban mi mindent lehet csinálni, mivel foglalkoznak, mert a hiteles információ az mindennél többet ér, úgy érezzük. Vagy egy másik sorozatunk az, hogy eljutunk a határon túli magyarok szövetségeihez, szervezeteihez, így voltunk Eszéken, 2 éve nem voltunk a homokzsákok között is, a március 15-én voltunk a Nemzeti Ünnepen, az Eszéki Színházban részt vettünk az ünnepségen, voltunk Zágrábban szintén március 15-én korábban, tavaly pünköstkor a vajdasági magyarokhoz látogattunk, idén ősszel pedig a muramenti szlovéniai magyarokat látogatjuk meg. Van még mindösszesen 1 percünk, arra kérném mindkettőjüket, hogy mondjanak nekem egy olyan Baranyában található műemléket, amit nem ismer mindenki, és amely nagyon közel áll a szívükhöz. Melyiket javasolnánk, hova 1 perc alatt? Hát én mondjuk a Nagyharsányi templomot
mondanám, mert egy nagyon érdekes falusi templom nem is nagyon van gótikus Baranyában, tehát ez az egyik ritkasága. A másik pedig az, hogy egy kicsit elmérték az építőmesterek, mert kellett a szentély közepére egy oszlopot építeni, ami megtartja a szentélynek a boltozatát, ami hát megint csak egy egyedi ízt ad. Önnek van valami kedvence? Nincs olyan kedvencem igazából. Én igazából a tájakat szeretem, tehát a természetvédelmi területeket. Tehát nem a műemlékekhez vonzódok elsősorban, úgyhogy nekem így külön kedvencem nincs. Én az egészet, a tájban az épületet. Szóval, és végül, hogyha valakinek fölkeltettük az érdeklődését, akkor mit tehet? Hát minden hónap első hétfőjén ilyen úgynevezett ügyeleti napot tartunk a Lénau házban. Ez még júniusban és júliusban is meg lesz, 3 órától 5 óráig. Akkor oda, aki bejön és érdeklődik, akkor be lehet lépni a klubunkba, illetve megismerheti a következő fél évi programunkat, miután azt most fogjuk éppen kiosztani, mert egy fél évre való programot adtunk mi eddig ki. Tehát ezt tudjuk javasolni, a telefonos jelentkezést azt kevésbé, mert nem igazán vagyunk elérhetőek. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a beszélgetést, és önöknek is a figyelmüket, kedves nézők, nem sokára a híradó jelentkezik majd.